Ez a kétszintes ház lesz a lakhelye azoknak a sérült fiataloknak, akik életük végéig otthonra találhatnak-e falak között. A 160 négyzetméteres háromszintes családi házban 5-2 személyes és 2-1 személyes szoba, tágas nappal és étkező konyha, mozgássérültek számára kialakított fürdőszoba szolgálja a lakók kényelmét. Parkosított udvar, kert, gyümölcsfák a 40 négyzetméteres melléképület sok lehetőséget kínál. Az otthon megálmodója egy apuka, Tejbert Csaba, aki elsősorban 24 éves fiát szeretné biztonságban tudni. Fia jelenleg egy átmeneti lakó otthonban él, ahol csupán két évig maradhatnak a lakók, így végleges, biztonságot jelentő megoldásnak nem tekinthető. Ezért érezte úgy Tejbert Csaba, hogy saját kezébe veszi a dolgok irányítását, és ő hoz létre egy olyan otthont, ahol folyamatos ápoló gondozói felügyelet mellett méltó körülmények között élhet majd fia is, mikor ők már nem tudnak róla gondoskodni. 12 fő Különböző sérültségű fiatal lesz majd a lakója. Itt töltik a, aki úgy szeretné az életüket teljes mértékben, ez lesz az otthonuk. Lesz majd 24 órás felügyelet, szolgálat, ahol gyakorlatilag középsúlyos és halmozottan sérültek lakóton lesz enyhébb sérültségű fokú fiatalokat is nagyon szívesen befogadunk. A korhatárt 40 évbe húztuk meg. A ház felújítása a nyáron véget ért, januártól pedig be is költözhetnek a fiatalok. A lakók életét 4-5 ápoló gondozó segíti majd. A lakó otthon működtetője a Kerekes Szabadság Alapítvány akik most olyan haladó gondolkodású családok jelentkezését is várják, akik családban nevelik sérült gyermekeiket, de szeretnének biztonságos otthont találni számukra, ahol hasonló fiatalok között lehetnek. A lakó otthon magánerőből épült, sok más hasonló intézménnyel szemben a szeretlakban nincs időkorlátozás az ott lakó fiatalok számára. A januártól beköltözhető otthonba folyamatosan várják a jelentkező családokat.